Jó reggelt kívánok 2021. december 20-án hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy még van időnk. Adtál időt erre a mai napra, hogy végezzük a feladatainkat, hogy keressünk téged. Megengedted, hogy felkeljünk. Megengedted, hogy úgy induljunk, hogy előtte elcsendesedünk előtted. Kérünk Istenünk, hogy valóban te légy velünk. Add, hogy szent lelked által megérthessük, mi az, amit te üzenni akarsz nekünk. Kérünk, áld meg egész napunkat, és most is te légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból olvasok fel, nem az egészet, mert túl hosszúnak tartanám az egész második részt, hanem az első 9 verset, Péter második levele második részének az első 9 versét. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és halva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, ismerjük jól az igét, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Itt pontosan a hamis tanítókról, a tév tanítókról beszél a mai igeszakasz, és jól tudjuk, hogy nem a pedagógusokról van szó, amikor tanítókról beszélünk jelen esetben, hanem az igének a tanítóiról, a prédikátorokról, a lelkipásztorokról. Úgyhogy itt is érvényes az, hogy mielőtt elkezdenénk valakire újjal mutogatni, nem baj, hogyha figyelembe vesszük, hogy három új visszamutat saját magunkra. Igen, rám, mint ige hirdetőre vonatkozik, először is, hogy nem vagyok-e tévtanító vagy hamis tanító. Mert hogy a szó és a tett együtt lesz megmérve. Vajon hiteles-e az életem, az ige hirdetésem? Állítólag egy misszionárius, aki szinte először jutott el Indiába, amikor elkezdte hirdetni az igét, akkor néhány nap múlva odament hozzá egy hindu bölcs, és azt mondta, Uram, kiismertük magát. Maga nincs olyan jó, mint a könyve, amit hirdet. Ha maga is olyan jó lenne, mint a könyve, egy év alatt egész Indiát meghódítaná Krisztusnak. Igen, nekem is, mint lelkipásztornak, mint ige hirdetőnek sokszor meg kell élnem. Én nem vagyok olyan jó, mint a könyvem. Én nem vagyok olyan jó, mint Jézus Krisztus. Nem olyan hiteles az életem, mert gyarló és esendő ember vagyok. Éppen ezért azt szoktam kérni az Úristentől, hogy én magam ne legyek akadálya az ő evangéliumának a terjedésének. Ha már egyszer arra választott ki, és arra hívott el, mert ő hívott el, hogy hirdessem az ő igéjét, akkor adja meg, hogy kipótoltassék az a hiányosság, amit esetleg én okozom a saját életemmel. De nem is erről van szó teljesen ebben az ige szakaszban. Hiszen fontos az ige hirdető hitelessége, de itt olyanokról beszél, akik eleve rossz tant hirdetnek. Nem azt hirdetik, amit kell, a Krisztust és kizárólag a Krisztust, hanem tévtanítók. Abban az időben,
A gnoszticizmus volt az, ami a kereszténységet veszélyeztette az első időszakban. Gnózis, azaz tudás. Ilyenkor azt feltételezték, hogy majd ők felfedezik magukban, magában az emberben azokat az isteni elemeket, amelyeket felismerve lehet az istenséggel egyesülni és így önmegváltásra jutni. Nem új keletű dolog ez. Újra meg újra visszatér a történelem folyamán, hogy fedezd fel magadban az Istent, és váltsd meg önmagadat. Nem véletlen, hogy a Biblia mindezt már istentelenségnek nevezi. Mert onnantól kezdve, hogy én vagyok az Isten, azban, amit én mondok, megtehetek bármit, bármely dolgot, amely mindazelőtt talán tiltva volt, vagy korlátozva volt. A szabadság helyett szabadosság lesz belőle. Onnantól kezdve, hogy az ember elkezd istenkedni, csak állatkodás lesz belőle. Mindig is ezt mutatta a történelem. Ahogy az emberiség eltávolodik Istentől, mindig vannak olyanok, akik viszont tudnak kitartani Isten és az ő igéje mellett. Nekik fáj a világ istentelensége. Ilyen volt Noé, akit nyolcad magával mentett meg az Úr, hiszen három fia és feleségeik, így nyolcan, négy férfi, négy nő menekültek meg. Rögtön tegyük hozzá, nem azért, mert ők ezt megérdemelték, vagy mert olyan szép életük volt, hanem azért, mert Isten kiválasztotta őket erre. Igaz, hogy ők valóban istenfélők voltak. De hozza a másik példát is az apostol, amikor Sodoma és Gomora pusztulását írja be. Pontosan azért, mert a homoszexualitás, a szexuális kicsapongás és mindenféle topzódás, részegeskedés volt jellemző ezekre a városokra. És ha megnézzük a mai világot, ahol mindent tolerálni kell, kivéve a kereszténységet, akkor azt mondhatjuk, biztosak lehetünk benne, hogy eljön, amiről a harmadik részben lesz majd szó, amikor elpusztítja ezt az egész teremtett világot a mindenható Isten. Tévtanítók mindig vannak. Beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy amikor ő középiskolás volt, akkor kezdett terjedni a Jehova tanúi mozgalom. És ahogy tértek meg, úgymond az osztálytársainak a szülei, olyan furcsa volt, ahogy mutogatnak az utcán, hogy na én majd ebbe a házba szeretnék lakni, én majd abba a házba szeretnék lakni, amikor meg lesz az utolsó ítélet. Mert hogy ők azt mondták, hogy majd mindazok, akik nem hívők, azok elpusztulnak, a hívők pedig majd itt élhetnek tovább, mint egy megvalósult, helyre állított paradicsomban. De mi nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy ez az egész föld elpusztul. Vannak tévtanítók mindig. Legyen a szientológia vagy gnoszticizmus. Akik nem a szentíráshoz ragaszkodnak, akik nem Krisztushoz ragaszkodnak, tévúton járnak. Isten pedig meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésből, mint ahogy a gonoszokat meg tudja tartani büntetések között. Nem azt olvassuk, hogy ezt fogja tenni, vagy ezt kötelessége tenni, hanem azt, hogy ő ezt megteheti, mert ő Isten, én meg csak ember vagyok. A mai napon vizsgáljam felül az életem hitelességét. A mai napon tegyem újra, bízzam újra Krisztusra az életemet, és a mai napon kérjem, hogy ő legyen az, aki megszabadít, és ebben az adventben megerősít. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki képes vagy megerősíteni, megújítani. Te vagy az, aki képes vagy bűnöket megbocsájtani, és saját hiteltelenségünket is úgy félretenni az útból, hogy a te evangéliumot tisztán tudjon terjedni. Így kérünk, Urunk, azokért, akik még nem ismertek meg téged, hogy megismerhessenek. Segíts abban, hogy minél kevésbé legyünk akadályai annak, hogy a te szereteted tovább tudjon áradni. Áld meg, kérünk, Urunk, mindazokat, akik a te igédnek a tanítói. Hadd tudják ezt a te szent lelked által vezetetten tenni. Kérünk, egész héten te légy velünk, áld meg a hétközi és ünnepnapokat is, a te nagy neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek.